Az ukrajnai háborúnak és az európai szankcióknak drámai hatása van az energiaellátásra. Szerbia és Magyarország azonban eddig sikerrel vette az akadályokat, hangsúlyozta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, ebben a sikerben nagy szerepe volt a két ország közötti szoros együttműködésnek és a stratégiai szövetségnek. Rámutatott, hogy tavaly Szerbián keresztül 4,8 milliárd köbméter földgáz érkezett Magyarországra, és Belgrád nagyon megbízható partnere volt Budapestnek. Mi is próbáljuk viszonozni ezt a segítséget. Tavaly esztendőben 300 millió köbméternyi földgáz tároltunk Szerbia számára Magyarországon. A kitárolás menetrend szerint zajlik a napokban is. És arról tájékoztattam a miniszter asszonyt, hogy amennyiben a következő fűtési szezonra történő felkészülés során is Szerbiának szüksége lesz a magyar tárolási kapacitásra, akkor 500 millió köbméternyi kapacitásig számíthatnak ránk az idei esztendőben is. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a hosszú távú földgázellátás biztonsága szempontjából a diverzifikáció, vagyis újabb források bevonása nagyon fontos. Ezt mindkét ország komoly feladatnak tartja, ehhez pedig jelentős infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség a térségben. Új vezetékek és interkonnektorok megépítését tervezik. Ono što jeste Srbiji cilj je da diversifikuje svoje rute snabdevanja i da postanemo deo južnogasnog koridora, čime ćemo i naše kapacitete povećati, pre svega završetkom izgradnje interkonekcije između Srbije i Bugarske i time doprineti da postanemo još značajnija tranzitna zemlja kada je gaz u pitanju. Szijjártó Péter azt is bejelentette, hogy Magyarország és Azerbajdzsán között előrehaladott tárgyalások zajlanak egy hosszú távú gázvásárlási megállapodás megkötéséről. Az azeri földgáz Törökországból Bulgárián át, egyrészt Románián, másrészt Szerbián keresztül jutna Magyarországra, és ehhez is jól kiépített hálózatra van szükség.